Jó estét kívánok! Önök a kilátót látják. Nézzük először, mi került mai műsorunkba. Eger ünnepe, az egri civil szervezetek nagy része bemutatkozott. Fertálymesterség, szellemi kulturális örökség lett a negyedmesterség intézménye. Serparalli, a rutinos indulók voltak a nyerők. A 19. Eger ünnepe civil fesztivált rendezték meg a hétvégén, az Érsekkertben színpadi és sportprogramok, egészségvédő és környezetvédelmi bemutatók várták a családokat. A rendezvényen az egri civil szervezetek jó része bemutatkozott. Eger ünnepe hagyományosan a civil egyesületek bemutatkozására ad lehetőséget. Szombaton a Dobó téről vonultak a résztvevők az Érsekkertbe, ahol számos program várta a családokat. A sátrakban bemutatkoztak az egyesületek, a színpadon programok szórakoztatták a közönséget. Azt szeretnénk, hogy a közönségünkből majd közösség lenne, nagyon sokan csatlakoznak az ide látogató egriek közül egy-egy egyesülethez, van, aki újat alapít, és hát a mi célunk itt az, hogy ingyenes szolgáltatásokkal, színpadi produkciókkal megmutassuk az értékeinket, hogy mit tudunk, és hogy az emberek tudják azt, hogy ha szükségük van valamire, akkor kit keres, hová lehet fordulni segítségért. Habis László polgármester köszöntőjében a civil szféra szerepét méltatta. Egernek van mire büszkének lennie, az egrieknek van alapjuk a büszkeségre. Az egyik nagyon jelentős érték ennek a városnak a civil hagyomány, a civil értékrend, a sok-sok aktív civil szervezet. Az Egri Lokál Patrióta Egylet sátrában Szakáli István Lóránd helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a magyar termékekre, mint a nemzet csúcs teljesítményeként kell tekinteni. A nemzeti értékekről, nemzeti értékpiramisról, hungarikumokról beszélünk, akkor Eger az a pontja az országnak néhány más mellett, ami önmagában egy érték, ami önmagában egy hungarikum. Úgyhogy nagy örömmel érkeztem erre a mai rendezvényre. A Pro Agria szakmai díjat idén Mácsár Beáta, a Forrás Szabadidős Diák Egyesület túravezetője kapta. 40 év közösségi munkájáért kaptam ezt a kitüntetést, és én úgy gondolom, hogy ebben benne van ugyanúgy az ifjúsági mozgalomban való tevékenységem, mint ahogy most a környezetvédelem vagy a természetjárás területén végzett, vagy éppen a civil munka kapcsán végzett munkámért. A legjobb példa rá, amit itt látunk, ezt a rengeteg sátrat, hogy a civilek nélkül a város élete sokkal szürkébb, egyhangúbb lenne. Több mint 100 aktív civil szervezet van, ha minden civil szervezetet, aminek papírja van róla, beszámolnánk, akkor 300 körül vannak ezek a szervezetek, de akik biztosan aktívak, azok körülbelül 100-ak. Na most ezek a civil szervezetek zöme ugye a civil kerekasztalba tömörült. A civil kerekasztalnak egy nagyon fontos koordináló szerepe van. Így együtt tudnak mozdulni, így tudják megrendezni ezt a mai Eger ünnepét, hogy összefogtak. És egymás segítve, egymásért dolgozva, mindenbe közösen meg tudják csinálni ezeket a nagy dolgokat. A sport területén nagyon sokat tesznek a városért, a kultúra területén nagyon sokat tesznek a városért, és az élet minden terület, a tudomány területén, a képzőművészeti alkotások, tehát most például ott van a Bartakovics művelődési házban egri képzőművészek kiállítása, javaslom mindenkinek, nézze meg, jöjjönek el a programokra, amik most zajlanak, és akkor mindenki szembesülhet vele, hogy mennyit dolgoznak ezek az emberek azért, hogy mindenki komfortosabban, jobban érezze magát Egerben. Mivel mutatkoznak most Eger ünnepén? Hát az egri Máhelyről vagyunk, úgyhogy kihoztunk 4 kutyust, illetve hát most, hogy reggel óta itt vagyunk, kaptunk már egy cicát is, akit őt is elütötték, illetve az édesanyját is elütötték, sajnos az édesanyja nem élte túl a cicának a balesetet, és így lehozták hozzánk a kicsit a Máhelyre, hogy foglalkozzunk vele, illetve hát helyezzük el ideglenes befogadónál.
még mama mellett. Egy egyesületnek mennyire számít, hogy egy ilyen programban bemutatkozik? Szerintünk nagyon fontos, hogy a lakossággal, illetve más szervezetekkel együtt tudjunk működni. Pontosan ezért is tartjuk nagyon fontosnak ezt a rendezvényt is, hogy megismerjék a lakosság részéről az emberek, hogy igazából mivel foglalkozunk a mindennapokban, illetve a szervezetekkel is a jobb együttműködés reményében itt jöttünk el. Miért döntöttek, hogy kijönnek Eger ünnepére? Nem egriek vagyunk, vidékről, illetve Budapestről jöttünk, és a kislányom szerepel, itt van most egy táncfesztivál, azonnak a keretében fog délután fellépni, és most itt a időkitöltésként sétálunk a városban, amíg szerepel, és nézzük az eseményeket. Most ez a hangulat hogy tetszik neked? Hát nekem nagyon tetszik. Igazából még nem próbáltunk ki semmit. Miért döntöttek úgy, hogy kijönnek Eger ünnepére? Rollerozni jöttünk csak ki. Meg végre nem csak sörsátragot látunk, hanem értelmes dolgokkal vagyunk körülvéve, úgyhogy ez ide való. Okay. Az elnagyolt kérdés, mit gondolnak a civil egyesületek működésről a városban? Hát nem sokat tudunk róla, ez az igazság, eléggé nem olyan régóta lakunk újra Egerben, mert 7 hónapig nem itt éltünk, úgyhogy nagyon kevés információnk van, úgyhogy igazából csak belecsöppentünk ebbe az egész történetbe. És hogy azt mondom átfogóan, hogy a civil szektor működése az ország, a város életében? Igazándiból azért nehéz erre válaszolni, mert a figyelmünk most egy betegségre volt, betegségre összpontosítottunk, úgyhogy igazándiból az utóbbi egy évben mi ebből teljesen kiestünk. Tehát a gyerkőcünknek volt súlyos betegsége, amivel mostanság végeztünk, úgyhogy egy picit kizökkentünk az úgynevezett életbe, elég zárt körben voltunk benne. Az egészségügyel kapcsolatosan alapítványokkal volt kapcsolatunk egy párral. Ővelük nagyon jó viszony alakítottunk, tehát az egy nagyon jó szervezett közösségeket ismertünk meg bennük, úgyhogy igazándiból őróluk tudnánk mesélni. Hogy... Gyermekekért alapítványokkal voltunk kapcsolatban, és ők minket nagyon-nagyon támogattak, és emberileg is annyi pluszt kaptunk tőlük, hogy igazából most mi nekünk ez volt az életünk középpontja, meg akik velünk kapcsolatban voltak. Alapvetően mivel foglalkozik az egyesület? Most itt a sátorban Eger ünnepén mit mutattok be? Tehát mi az egri ifjúsági kerekasztal vagyunk itt a sátorban. Alapvetően ifjúsági fórumokat fogunk össze, és abból a célból szoktunk összegyűlni munkánk során, hogy ifjúságot érintő kérdésekben egyeztessünk, pályázatokról, ki mit tud, ami érdekes lehet az ifjúság számára. Ebben dolgozunk együtt szakmailag, ez egy fórum. Most pedig az Eger ünnepe az első közös megjelenésünk, ugyanis úgy döntöttünk idén, hogy épp ideje, hogy megmutassuk az arcunkat. Csillámtetkó festést és hennát hoztunk a kisebbeknek. Kézműves foglalkozások vannak, különböző karkötőket lehet csinálni a sátorban, illetve érdekesebb társas játékokat hoztunk ki, ami egy kicsit úgy megmozgatja a logikát, kicsit elgondolkodtatja a fiatalokat. Gyakoriak a főzőversenyek Egerben, most Eger ünnepén hogyan készültek? Természetes, azt elmondhatjuk, hogy minden nagyobb fesztivál gyakorlatilag főzés nélkül nem telhet el. Az idén is az Eger ünnepén 8 civil szervezet gondolta azt, hogy megörvendezteti az egri közönséget, és vörösborral készült ételeket fognak készíteni. Hogy ez előírás volt? Igen, természetesen, ha jól tudom, tavaly is a szürethez kapcsolódó ételt kellett készíteni. Az idén is úgy gondolták a szervezők, hogy most vörösborral készült, egri borral készült ételt kell elkészíteni. Az egyesületük miért döntött úgy, hogy részt vesznek ezen a főző alkalmon? Hát, hogy megmutassuk magunkat, hogy mi nők is tudunk főzni, nem pedig a férfiak, mert azt szokták mondani, hogy a férfiak a igazi nagy szakács, mesterek, és most... Hát egy kicsit bemutatjuk a tudásunkat. Az idei Eger ünnepe a családok nemzetközi évéhez és a megújuló város programhoz is kapcsolódott. A kulturális örökség napján ismerték el az Egri Fertálymesteri Testület hagyományőrző munkáját. A Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe vésték fel nevüket a fertálymesterek. A kitüntetést a fővárosban, a volt Honvéd főparancsnokság épületében vehették át. Tatja
Felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe az EGRI Fertály Mesterség. Az elismerést Budapesten a volt Honvéd Főparancsnokság épületében a Kulturális Örökség napjai programsorozat megnyitóján vehették át. A korábban hagyományos közigazgatási rendszert a méltatás szerint kizárólag Egerben ápolják. A hagyományok megőrzéséért véste bele nevét a jegyzékbe az EGRI Fertály Mesterség hagyománya. A Hevesi megyeszékhelyen 1996-ban élesztették újjá a régi szokást. Úgy érzem, hogy a újkori 20 éves munka gyümölcse vagy koronája ez a mai nap. Mindenképpen folytatni akarjuk azt, amit elkezdtünk. Folytatni akarjuk az 1931-es testület alapítás értékeinek megőrzését, és mindenképpen a közösséget szeretnék minél jobban kiteljesíteni, Eger érdekében, Eger szolgálva. Ez mindig jól működik, most egy picit a civil kurázsi hátrávonult, reméljük, hogy ezzel a díjjal sokan kedvet kapnak arra, hogy a közösségért tegyenek. Ha visszatekintünk, Egerben azért rengeteg haranglábat, szobrot, keresztet, ha csak a dobószobrot említem, hogy oda is adakoztak a fertálymesterek. Most legújabb korban alakul egy tér Vas Albert részére annak a szobra, illetve a Csákóban egy haranglábat fognak felállítani fertálymesteri kezdeményezésre, és sorolhatnám. Tehát én úgy gondolom, hogy egyre inkább a civileknek részt kell venni a közösség életében, és ha ez szervezett formában történik, az nem baj. A fertálymesterek mellett felvéste nevét a jegyzékbe a Ceglédi Kossuth Kultusz, a Magyar Szombatfai Fazekasság, a Selmeci Diák Hagyományok és a Balaton-Endrédi Vercsipke készítése is. Az elismerésben részesülők bemutatkoztak a Kulturális Örökség napjainak programjai során. Az elismeréseket a rendezvény megnyitóján vehették át a kitüntetettek, ahol Elsimon László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára köszöntőjében kiemelte, civil összefogás nélkül lehetetlen volna épített örökségünk megóvása, hiszen a közösségek összefogása élteti a hagyományokat és gondozza emlékeinket. Mint mondta, a kormány elkötelezett kulturális örökségünk megóvása mellett. Kulturális örökség napjai immár két évtizedes múltra tekint vissza. Egy nemzetközi figyelemre számot tartó eseménysorozatról van szó, amely Magyarországon is évről évre egyre több látogatót vonz, amely ráirányítja a széles nagyközönség figyelmét a műemlékügy fontosságára. Az idén megerősített új feladatokat kapó Forszel Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ lett a szervezője a kulturális örökség napjainak. Mindez szimbolikus értékkel bír, jelzi, ez is azt jelzi, hogy a kormány, a harmadik kormány ebben a kormányzati ciklusban új alapokra kívánja helyezni a hazai műemlék és örökségvédelmet. Hoppá Péter, kultúráért felelős államtitkár hozzátette, a hagyományok iránti érdeklődés egyfajta reneszánszát éli, a fiataloknak pedig nagy szükségük van a történelemben gyökerező iránymutatásra. Egyre több fiatal vágyik kapcsolatba kerülni a több századon át hagyományozott tudásanyaggal, ami meghatározta és kijelölte azt az útvonalat, amelynek végén most ők állnak, készen arra, hogy tovább induljanak a megkezdett úton. Nagy szükségük van a helyes iránymutatásra. A kulturális örökség napja felkiáltó jelé válva, a hétköznapok rohanó tempóját megállítva, az örökségünk hagyományaink felé vezeti a figyelmünket, elcsodálkoztat káprázatos kulturális gazdagságunkon. A kulturális örökségünket éltető programsorozathoz idén határon túli helyszínek is csatlakoztak. Magyarország egyetlen teherhordó versenye az EGRI Serpa Rally idén Budapesten a libegő alatt egyfajta kesztcsinálóként bemutatkozott már a fővárosi közönségnek is. Már az edzésnapon 3 héttel a verseny előtt több érdeklődő is jelezte, hogy a 2014-es Serpa Rallyt semmiképpen sem hagyja ki. A sok új arc mellett ettől függetlenül most is a rutinos indulók vitték a prímet. A férfiaknál Zsinórban 3-szor Kis Norbert, míg a nőknél ismét 4-szer is Cibók Ágnes győzött. Az esős hét után mindenki azt nézte, milyen verseny lesz idén. Esős, csúszós vagy megkegyelmeznek az égiek. Utóbbi lett a befutó, így nem túl meleg, de párás időben készülődhetett a Kiseged aljában a mezőny a rajthoz. Sorra érkeztek a versenyzők a nevezéshez, a sok ismerős,
Így a tavalyi győztes Kis Norbert vagy Cibók Ágnes mellett több új versenyző is próbára tette magát. Amikor lezárult a nevezés a férfiaknál, akik 60 kg téglával teszik meg a 4 kilométeres utat, igen vegyes lett az indulók települési összetétele. Szentendre, Budapest, Debrecen, Miskolc, Maglód, Gödöllő és Székesfehérvár. Természetesen a helyi egri maklári andornaktájai, ostorosi, Bélapát falvai extrém sportot kedvelőkön kívül. Az elmúlt évhez hasonlóan most is 17-en tettek egy próbát a hordkerettel és rajta a téglákkal. A nőknél végül 3 próbázó volt, akik most nem ásványvizet, hanem 20 kg gipszet cipeltek föl a kilátóhoz hátizsákjaikba. Újdonság volt, hogy ezúttal a férfiaknál is meghirdették a 20 kg-os versenyt, erre 2 jelentkező volt. A mezőny előtt még a serpamanók is elindultak, súly nélkül, összesen 13-an. A rajt előtt Csákvári Antal, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd együtt elrajtolt a 22 fős mezőny. A rajtnál a 2 tavalyi győztes, mint a nyúl, úgy lőtt ki a többiek közül. Ők már tudták, hogy ilyenkor még az eged alján lehet a megfelelő pozíciót elfoglalni. Ehhez pedig futni kell egy kicsit a teherrel. A többiek, így a budapesti 1 kilométeres sárpa sprinten indulók most ismerkedtek a környezettel, illetve a rutinosak beálltak a saját tempójukba. A megugró élboly után a rajtot követően még viszonylag sűrűn jöttek egymás után a versenyzők és a kísérők. Azért, hogy meglegyen a 4 kilométer a csomós tanya felé, most is még egy kis hurkot kellett teljesíteniük az indulóknak. Elsőként Cibók Ágnes bukkant fel, aki igencsak kameraérzékeny. Addig is futott, de itt még a kedvünkért rá is tett egy lapáttal. Bemutató értékkel, így is lehetne, ha tovább bírnám. Utána a férfi 20 kg-os kategóriában Bakos László, majd sorban egymás után a 60 kg-osok közül Erdei Attila, Kis Norbert és Pusztai Zoltán következett. A hegyre vezető piros jelzésű útvonal ezen szakasza az első komoly emelkedő, ami át is rendezi általában a mezőnyt, mire beérnek az erdőbe. Kis itt előzött is, Erdei visszacsúszott a második helyre, viszont Surányi Szabolcs előre jött a harmadikra. A szervezők hallgatva a versenyzőkre már itt pihenőbakot helyeztek ki, amit többen igénybe is vettek. Az újabb pihenő és frissítő állomásnál volt lehetőség az újabb előzésre. Itt az Eger Heroes amerikai futballcsapat játékosa Antal István került Surányi elé. A nőknél Mazura Katalin volt a második, a kőszegi Erdei Judit pedig a harmadik. A serpa manók az utolsó szakaszon mindenkit buzdítottak. Hajrá! Ott a kapunál kell majd menni. A férfiaknál 48 perc, 2 másodperccel ismét zsinórban harmadszor Kis Norbert nyert, aki egyébként 5-ször teljesítette a versenyt. Próbáltam mindig jobb köröket venni, azt hiszem 1:27-tel kezdtem, utána ilyen 58 körül, szerintem volt egy 47 a legjobb, tavaly az eső miatt egy kicsit megcsúsztam, 58 körül, és akkor most ahogy mondtad, ez 46 körül. Annyiból szerintem szerencsés volt, hogy nem volt túl meleg sem. Volt, amikor nagyon meleg volt. Tavaly bőrigáztunk, felázott a tala is. Eddig ez volt a legkedvezőbb időjárás szerintem. Erdei Attila lett a második, 50-49-el. Ő a budapesti serpa sprinten is indult, ahogy azt a póló feliraton is látni lehetett. Ez volt a harmadik versenye Egerben. Sok segítséget ad, ha már ugye előtte az ember tudja, hogy milyen szakasz után mi jön, most nehezebb, most ugye az elején volt ez a kovicsos rész, meg ugye az egyenes, tehát majdnem a sík terepen mentünk, ott azért jobban meg tudja húzni az ember, ott lehet úgy pozíciót szerezni, mert itt fentebb, nyilván az erdőbe jövünk, jóval nehezebb előzni is, persze szól az ember, hogy előznék, vagy jövök, akkor félreállnak, de tehát itt már a csodában határos, hogy itt felfelé valaki tud előzni, elég köves, szűk, meredek, katonaként dolgozok. Vannak azért érdekes versenyek, ugye Pápán a katonai túlélő futásnak nevezett, ez a most ugye
népszerű brutál futáshoz hasonlít, ez jóval nagyobb szervezést igénye az ottani. Nem azért, hogy fényezzem őket, de ez hosszabb a táv, sűrűbbek a feladatok, komplexebb feladatok vannak, ott is nagyon profi szinten megcsinálják. Ugye, inkább amik vannak, de ez hasonló ugye a teljesítmény tulajdonképpen 40-50 km környéki, tehát ami minél hosszabb, minél többet kivesz az emberből, illetve hogy az állóképességeit is a legnagyobb szükség van. Rengeteg verseny van, győzzen az ember eljárni és felkészülni rá. A harmadik hely Antal Istvánnak, az Eger Heroes amerikai futballcsapat játékosának jutott, ő is egy órán belül maradt, bár az időt csak a végén tudta meg. Elfelejtettük indítani, segédemnek elfelejtettük indítani, elfelejtette, mindegy, nem baj, de nagyon jó időt mentem. 52-t, ha jól tudom, 52 másodperc volt, tehát tavaly volt 1-0-8. És ráadásul még Zsombort is megelőzted. Zsombor, hát ő az elején a feléig azért ott voltunk egymás mellett. De megmondom, azt itt nagyon súlyzó erő volt, hogy nehogy előttem menjen. Jó van. Nehogy előttem mennem, ez is egy súlyzó erő volt, de mindenképp megmondtam, hogy a tavalyhoz képest, hogy ötödik lettem. Azt mondtam, mindenképp a minimum a harmadik hely. A csapatfőnök ötödik helyzet Herke Zsombor nem sokkal, 5 perccel maradt el Antal mögött, de még ez is egy órán belül volt. Az a 10 év különbség, tudod, tehát majd ha is 38 lesz, majd meglátjuk, hogy fog megelőzni engem 48 évesen. De az, hogy egy órán belül vagyok, az mindenképpen. Úgyhogy tavaly előtt 1-0-2 volt, most 57, azelőtt 55, úgyhogy ez az 50-es, ez marad meg. 54 lenne a legjobb, de hát messzám miatt. A mezőny felkészültségét jelzi, hogy a 7. helyig 1 órán belül értek be a versenyzők. A 7. Gyetvai Péter 59 perc alatt ért célba. Ő is rutinos indulónak számít, még a budai serpa sprinten is ott volt. Mindenképp szeretném volna kipróbálni, hogy az a pálya milyen lehet. Ugye Egerben itt helyben ezt a pályát ismerem, ugye többször versenyeztem már itt, és úgy gondoltam, hogy ezt a versenyt kipróbálom. Bár megértem az elején, mikor mondták, hogy kegyetlen kemény pálya, de nagyon örülök, hogy egy megállással fel tudtam menni. 4. lettem a versenyen, így az a főleg öröm nekem, de nem a helyezés miatt, hanem az, hogy meg tudtam egyáltalán csinálni az egész versenyt. Péter egyébként egy külön versenyt is hirdetett magának. Egyszer sem állt meg a versenyen, folyamatosan jött felfelé. Harmadjára vagyok itt a versenyen, és először kb. 50-szer megálltam 50 méterenként, mert minden bajom volt, nem tudtam mennyire kemény. Tavaly már kicsit fejbe jobban készültem, fizikailag annyira nem, de fejbe jobban, és akkor már 3 megállásom végig tudtam jönni, 1 óra 26 perces idővel. Én pedig, ahogy hallottam, 1 percen belül, vagy 1 óra hosszán belül 59 perces eredménnyel jöttem fel, mondjuk most megállás nélkül valóban. A nőknél Cibók Ágnes önmaga határait feszegeti. Azt mondta, 60 kg-mal is fel tudna jönni, így viszont 20-szal, 32 perc, 19 másodperc alatt futott fel. Az ember azért úgy jobban megy, amikor van valami, még valami kényszer. Tehát én elfárasztom magam, de van azért az, hogy amikor a versenyhelyzet kiélezi jobban az ember. Igen, ez érdekes volt, én is mondtam a fiúknál, hogy volt, aki, ha most elindulsz és nem pihensz, 3. leszel, mi? Akkor megyek. És ment, mert akkor jönnek a szárnyak, igen. Mondhatod, hogy fáradt voltál, mert? Hát, egy kicsit sikerült a munkaterén túl bonyolítani is a dolgokat, aztán így a sportra jutott kevesebb idő, viszont dolgozni elég sok. És ez visszajön. Nem hagyja, hogy az ember fizikailag adja le az energiát, mert már elégettük a számítógép mellett. A második Mazura Katalin a budapesti verseny miatt jött el Egerbe. Ugye hosszabb volt a táv, viszont kevésbé volt meredek, jobban be lehetett osztani az erőt, és ennek köszönhetően sikerült a második helyet megcsípnem. Én nagyon örülök neki, és azt hiszem, hogy ezt folytatni kell. Teljesítménytúrákon szoktam indulni, rövidebb távon, hosszabb távon, addig 75-80 km volt a leghosszabb, amit sikerült megtenni, úgyhogy ezt rendszeresen művelem. A legtávolabbi résztvevő a 3. Erdei Judit. Ő Kőszegről érkezett. Mindig Kőszegről jövök ide. Átutazóban vagyok, ez az igazság, de Hajdúbihar megyébe tartunk, mindig ünnep az is a édesanyámhoz, és mindig úgy bajtjuk ezt a versenyt. Az első az hogy történt, és minek köszönhető? Interneten találtam, a futás mellett és a bicikli mellett az ilyen kihívások érdekelnek, brutál futáson szoktam részt venni, spártatlan jellegű versenyeken, és ez az erőkifejtést igénylő versenyek is érdekelt, és így találtam rá annak idején. A férfi 20 kg-os versenyt Farkas Bálint nyerte 44 perces idővel, míg Bakos László 49 perccel második lett.
Az eredményhirdetést ezúttal nem fent, hanem lent a rajtnál tartották. Így a résztvevők még le is gyalogoltak a hegyről, igaz, már súly nélkül. A nap zárásaként értékes díjakat vehettek át a dobogósok és a résztvevők, beleértve a serpa manókat is és Boni kutyust, aki egy teljes doboznyi súllyal teljesítette a távot. Hölgyeim és uraim, önök a Kilátót megyei magazin műsorunkat látták. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!